Gazdasági társaság veszi át a Tungström Ese Nagykanizsa férfi kézilabda csapatának irányítását. A döntés meghozatala alapfeltétele annak, hogy az NB2 nyugati csoportjának lista vezetője adott esetben felsőbb osztályba lépjen. A kanizsai férfi kézilabda csapat az előző két szezonban megnyerte a harmadosztály nyugati divízióját, és jó esély van arra, hogy tavasszal ismét bajnoki címet ünnepelhet. Amennyiben egyeneságon vagy osztályozón sikerül feljebb jutni a Csalló Ádám együttesének, akkor külön licencet kell kérvényezni az egyesületnek az NB1B-ben való induláshoz, azonban akadnak további feltételek is. A gazdasági társaság vezetését Musics Róbert helyi vállalkozó látja el a jövőben, aki egyben a nemrég létrehozott támogatói klub elnöke. Amikor ezek a döntések megszületnek, akkor ezt követően gyakorlatilag elindul a klasszikus cégbírósági bejegyzés. Az biztos, hogy ezt a következő hetekben meg kell tenni, hiszen április 30-ával van egy olyan fontos határidő, amikor is licensz jogot kell szerezni, illetve be kell nyújtani az ez irányú kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetség felé, és ezt már annak a gazdasági társaságnak kell megtenni, amely szeretné működtetni azt a felnőtt csapatot, amelyik várományos egy NB1B-s részvételnek. A gazdasági társaság alá fog tartozni a férfi és a női csapat, az utánpótlás marad az egyesület kezében, amely a konzorciumban is részt vállal. Farkas Tibor klubelnök stábunknak elárulta, strukturális változást nem hoz az új működési forma, viszont ha az anyagiak engedik, megteremtődik a lehetősége annak, hogy ismét másodosztályú csapata legyen Nagykanizsának. Az egyesületnél változások nem lesznek, maga a gazdasági társaságnak lesz majd egy neve, meg egy teljesen más vezetése lesz, nem az egyesület. Egy feltétele van ennek az egésznek, hogy az egyesületnek tagjának kell lenni a gazdasági társaságnak. Így tulajdonképpen a gazdasági társaság vezetését elvállalta Musics Róbert. Musics Róbert jelezte, hogy a támogatói klub, amelynek célja az utánpótlás körülményeinek javítása, folyamatosan várja a kanizsai sportbarátok támogatását. A kézilabdázók februárban kezdik meg a tavaszi szezont az NB2-es bajnokságokban.